Start. Start, ez a 2019. évi segédhajtókupa 5. állomása, és azért viszonylag vegyesen indul a mezőny, például Pozsonynak eléggé lassan jön ki a lépés, és meglehetősen komoly hátrányba kerül már az első méterekben a többiekkel szemben, hát Tücsökről is ugyanezt el lehet mondani. A Doni el tud csukni mindenkinek, ő volt, tehát a leggyorsabb az első kanyarra érve, undercover startja és semekű, sikerült egészen kívül Swarovski, mellette Wasserfall, mögöttük Vinok SB, illetve Ruby Reeves, ők alkotják a frontot, és egy jó 10 méterre leszakadva következik csak a szépen lassan lábra kapó Pozsony, valamint Tücsök párosa. Doni hozza a lovakat az első egyenese, előnye pedig nagyjából egy jó 2-20-asra tehető az üldözőkkel szemben. Kívülről Wasserfall tűnik egyelőre, egy kicsit előrébb, mint undercover. Mögöttük jön Vinok SB, Ruby Reeves, illetve a favorizált Swarovski, aki mögé lassacskán talál, most már Pozsony is csatlakozást talál. Egy tömbben halad tehát az élmezőny, mögöttük pedig ott versenyez Pozsony, illetőleg Tücsök egy kicsit lemaradva, ami pedig az élt illeti Doni vezet. Donihoz pedig talán elkezd közelíteni Wasserfall, bent a falon pedig undercover, aki nagyon jól jött el a startot követően, mellette pedig Vinok SB-t láthatjuk bent a falon, aztán Ruby Reeves a középmezőnyben, mellette Swarovski, aztán pedig zárja a hátteret Pozsony, illetőleg Tücsök kettőse, de azért ők is jelentősen javítottak pozíciójukon, sőt Pozsony megindulni látszik, egyre közelít a középmezőnyhöz, ami pedig az elejét illeti Doni folyamatosan vezet előnye, egy olyan jó hossz Wasserfallal szemben, aztán pedig Undercovert láthatjuk versenyezni. Vinok SB is a nagyon-nagyon jó helyzetben érkeznek az utolsó kanyarra, innen már lendületes támadások is indulhattak, de hát megszökni látszik e pillanatban Doni, igaz, hogy üldözőbe vette Vinok SB. A Vinok SB indít elsőként a favoritok közül, hirtelenében pedig Doni teljesen elkészülni látszik az erejével, vagy hát Vinok SB lendülete jóval nagyobb. Vinok SB távolodni kezd a többiektől, nagyon messziről próbál csak jönni Pozsony, valamint Swarovski, és könnyen lehet, hogy ez végzetes lesz majd. Vinok SB előnye befutóra fordulva, legalább 10 méteres, Wasserfall eldobja magát, Doni visszaesik, próbál kibontakozni, Swarovski próbál jönni Pozsony, de hát Vinok SB-t innen már szinte lehetetlen utolérni, az utolsó 50 méteren belül Vinok SB és Swarovski közelít, de nagyon közel már a cél is, Vinok SB fejszés kittivel megnyeri a segédhajtókupa 5. idei futamát, mögötte Swarovski a második, Pozsony a harmadik, a negyedik helyre feljön Tücsök, 5. pedig Ruby Reeves.